a hierarchikus dolgok elkezdtek volna egy picit akár lebomlani, hogy élesebbek lettek a szituációk, hogy a félelmek azok mennyire változtattak rajtunk, vagy hogy zárultak be kapuk, hogy nyíltak ki különböző dolgok. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy cseresznyés kert elárverezéséről szól a Móri Zsigmond Színház legújabb darabja. Csehov groteszk tragikomédiájának olvasópróbái hétfőn kezdődtek. A darabot a Nyíregyházán először rendező Cukor Balázs állítja színpadra, aki korábban maga is játszott két szerepet a műben. Bár a teátrum színészeivel még nem dolgozott együtt, örömmel tett eleget a 2 évvel ezelőtti meghívásnak, amelyet a járvány miatt csak most tudtak megvalósítani. Nagyon izgatott vagyok egyrészt, nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok ezen a szép anyagon. Én szerintem minden egyes próba folyamat szóval mindig más, és azért ez mindig közben alakul majd ki, hogy milyen típusú munkára lehet majd számítani. Persze én nagyon szeretem, hogyha a színészek ugyanolyan aktívak, mint akár egy rendező egy próba folyamatban. Hát nagyon kíváncsi vagyok rájuk, hogy ki kicsoda, és hogy fogalmazzák majd meg a szerepeiket, miket tudnak ahhoz hozzátenni, amivel én készültem. A mű eredetileg nagy színpadra van írva, most azonban a Króli Kamara ad majd teret az eseményeknek. Én nagyon szeretek kis terekbe dolgozni, tehát alapvetően én ezt nagyon szeretem, magát, az intimitást, szeretem azt, hogyha nem harsányan kell fogalmazniuk a színészeknek. Én szeretem azt, hogyha közel vannak a nézők, hogyha egy intimebb hangulatot lehet kreálni vagy létrehozni, úgyhogy ez tőlem egyáltalán nem áll távol, és az anyagnak abszolút lehet egy ilyen olvasata is. Az majd mondom egy kérdés, hogy a humort azt milyen módon tudjuk visszacsempészni, mert az eredeti anyagban azért a megírt humor az inkább nagy színpadira van téve, de én szerintem nem lesz ezzel gond. A rendező saját gyerekkorában átélte a címben szereplő kert varázsát, és bár sokszor átírja a darabokat, mielőtt színpadra állítja, ezeket a gyermekkori élményeket most nem teszi bele. Úgy fogalmazott, Spiró György fordítása nem igényel módosítást. A Cseresznyés kert című darabot Széles Zita főszereplésével december 17-én láthatja először a nagyközönség a Króli Kamarában.